Érdekes egy nap volt ma minden téren. Kezdeném talán a táplálkozással. 2 hétig teljesen jól megvoltam kávé, hús, cukor nélkül. A mai napon a cukor az nagyon durván bejelzett, tehát egyszerűen ennem kellett valami édességet, mert nem bírtam tovább. Remélem ez kitisztul. A másik dolog az a szabadság. Szerintem a szabadság karkötőm az munkába lendült. Iszonyatos erős belső nyomás van abba az irányba, hogy függetlenné váljak, tehát hogy ne alkalmazottként dolgozzak tovább. És erre már el is kezdtem a lépéseket pár hónappal ezelőtt, és ez alakulóban van. És tegnap, amik jöttek ötletek, azok valamilyen szinten az ellentétes irányba mutatnak, mert pont a vendéglátást, a szakásszakmát szeretném abba hagyni. És pont ezzel kapcsolatban jöttek új ötletek. Úgyhogy lehet, hogy mégse fogom abba hagyni, csak egy kicsit máshogy alakítom át. Mert úgy érzem, hogy a 20 év során, amit a konyhán dolgoztam, azt a tudást azt át tudnám adni más formában is. Hasznosabb formában, mint ahogyan most csinálom. És ez iszonyat erővel nyom belülről. De jelenleg még a körülmények még nem adottak hozzá, még van 4 hónapom a szerződésemből. És ezt a 4 hónapot még arra szánom, hogy csinálom jelenleg a 7x7 programot, és utána tartok egy hónap pihenőt, majd azután ismét megcsinálom még egyszer. Úgyhogy 13 év külföldi tartózkodás után úgy tervezem, hogy most az idei nyárra hazamegyek, és végleg haza is szándékozom költözni. És ennek a számos mások mellett az egyik kiváltók az Anamé program, mert úgy érzem, hogy jelenleg Magyarországon tudok a leggyorsabban fejlődni közös gyakorlással. Úgyhogy várom az eljövendőt. Addig megcsinálom a dolgomat. Ha mai napot egy szóval kéne jellemeznem, akkor az az öröm szó lenne. Fantasztikusan jó nap volt ez. Testi tünetem most jelenleg nincsen, viszont érzelmi szinten, amennyire tompa voltam a múlt héten, és annyira él minden, meg annyira lüktet, pont az ellentéte. Érdekes megfigyelni azt, hogy magasabb rálátásom van a dolgokra, és főleg most a munkaemén adtak ki magát az egész napom munkám során, mint hogyha előre láttam volna azt, hogy mi fog történni, vagy inkább előre éreztem, és mint amikor egy filmet belassítanak, és tudom azt, hogy mi fog történni, és ennek fejébe tudok már rá reagálni. Úgyhogy volt ma egy kis káosz helyzet a munkám kapcsán, de az egészet sikerült megoldani pillanatok alatt, és érdekes volt, mert a két vezetőnk az ma el kellett nekik utazni egy értekezletre, és így a konyhafőnök volt a legmagasabb a hierarchikus rendszerünkbe. Majd utána következek én elvileg, de hát ezzel hogy annyira nem foglalkozom. És amikor megjött a stressz helyzet, akkor ő leblokkolt, úgyhogy át kellett vennem az egésznek az irányítását, de pont így, hogy már tudtam előre, hogy mi fog történni, az annyira egyértelmű volt, hogy kit hova kell küldenem, hogy szinte magától jött az egész. Érdekes volt. Délután pihentem egy kicsit, és el is sikerült aludnom, és volt egy nagyon érdekes álmom, ami ilyen multidimenziós álom volt, hogy 4 réteg álom az álomba volt. Nem tudom, ki volt már így, hogy álmodott valamit, és az álmába felébredt belőle, hogy ó, ez csak álom, ez most 4-szer játszódott le. És amikor valóban felébredtem, akkor nem voltam benne biztos, hogy ez még az álom, vagy nem az álom. Aztán ez így elgondolkoztatott, és így teljesen érdekes gondolatok jöttek, hogy ez még mindig az álom, amit életnek nevezünk, mert még ebből is fel lehet ébredni, ahogyan a mély is tette. Forma nélküli lényünk elaltatta magát ezekbe a formákba, és ebből fog majd idővel felébredni. A mai nap volt az első olyan alkalom, amikor reggel nem sikerült felkelnem 5 órakor is nekiállni gyakorolni. Egyszerűen elrúgtam, úgyhogy az egész napomra jellemző volt ez az álmos
álmosság, fáradtság érzés egy picit. És így délután csináltam meg a délutáni gyakorlatokkal egyben a reggeli gyakorlataimat is. És ezen kívül testi szinten nincs tisztulási tünet, ma az érzelmek is olyan, ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a tóvíze kisimul, és olyan, olyan sima minden. Nagyon kellemes, nagyon békés érzés. Vidám, de mégis egy nagyon nyugodt boldogság van bennem egész nap. Mai nap az érzelmi szinten egy picit vegyesebbre sikeredett. Reggel fáradtan ébredtem, és 4 órát tudtam csak aludni. Tegnap este lefekvés után még elkezdtek záporozni a képek, hogy mit lehetne megvalósítani a pár nappal ezelőtt érkezett új ötletekkel kapcsolatban, és nem, egyszerűen nem tudtam elaludni. Bár mindezek ellenére ez nagyon, nagyon jó érzés volt. És igaz, hogy fáradtan ébredtem, mégis volt bennem egy lendület, ami kitartott szinte egész nap. Délután jött fel valami tisztulás, ami érzelmi szinten tört rám egy harag és egy ilyen dühös érzés. És ez azzal a munkával kapcsolatban, amit szeretnék elkezdeni hamarosan, remélhetőleg. És pont ez adta a dühösség vagy a haragokát, hogy a munkaszerződést azt már visszaküldtem a cégnek körülbelül 3 hete. Azóta 2-szer hívtam őket, és mindig az a válasz, hogy megnézik és visszahívnak, hogy beérkezette már. És már szeretném elkezdeni ezt a munkát, úgyhogy egy picit így lassúnak érzem az egészet. És nem tudom, hogy ez a... Úgy éreztem, hogy ez tisztulás, ami feljött. És azt nem tudom, hogy abba az irányba tisztítok, hogy nem ezzel a céggel van dolgom, vagy nem ezzel a munkával van dolgom, vagy éppen valami elakadást tisztított ki, ami miatt nem tudom elkezdeni esetleg még ezt a munkát. Ezt majd meglátjuk. Ez a dühösség az körülbelül 2 órán keresztül tartott, és utána végig is ment rajtam. Elkezdtem gondolkozni rajta, és úgy voltam vele, hogy rábízom magam inkább a felső vezetésre, aztán majd mutatják az irányt. Testi szinten nincsenek tisztulási tüneteim, de a gerincemben van délután óta egy vibráló érzés, olyan, mint amikor a mobiltelefont a zsebembe hagyom a rezgőn, és hogyan hozzáér a bőröm felületéhez, csak ez a rezgés ez belülről jön. Azon a tájékon, ahol a gerinc feldülésem van. És ez a délutáni gyakorlás volt a kezdődött, és most este voltam kint sétálni 1,5 órát, és aközben is folyamatosan így bejelez időszakonként. Kellemes bizsergető érzés. Mai napom nagyon kellemesen telt. Az egész nap meghatározó érzése az volt, hogy a világban minden rendben van. És úgy van minden rendjén, ahogyan van. És ez mély nyugalmat sugárzott ki az egész napomra. Ebből a hangulatból az este folyamán volt egy pár órára egy kizökkenés, amikor is az autóm szerelőnél volt, és a várt költségnek a 3-szorosa volt az, amit kifizettem. De ez is csak egy-két órára tudott kizökkenteni, és utána visszatért az alapvető nyugis boldogság, ami az egész napra jellemző volt. Testi szinten ma is jelentkezett a rezgés a gerincembe, és szinte egész nap, és nagyon jó érzés megtapasztalni, hogy az energia hogyan dolgozik, és nem csak akkor, amikor a gyakorlásokat végzem. Mai nap nem volt túl érdekes tisztulás szempontjából. Igazából semmi említésre méltó nem történt, nincsenek sem érzelmi tüneteim, sem testi tüneteim. Az egyetlen változás, amit tegnap este észrevettem zuhanyzás után, semmi elég érdekes és egy kicsit vicces is, a bal lábamról szinte teljesen eltűnt a szőr a külső oldalról. Ezt nem tudom, hogy minek tudható be. Arra gyanakodom, hogy amikor a gyökércsakránál volt a pár napig tartó fájdalom a gerincemben, akkor valami más pozícióba rendeződött át, és ez ennek következtében változott a testtartásom, és lehet, hogy a nadrág ledörzsöli a szőrt onnan, arról a részről. A ruhatáramat nem cseréltem, úgyhogy jobb ötletem ennél nincsen, hogy mi okozhatja. Ma reggel arra ébredtem, hogy egy fájdalom van a gerincem alsó szakaszán,
deréktájom, és egész nap ki is tart mellettem. A délutáni gyakorlások valamennyit elhintettek rajta, a délután egy kicsit erősebb volt. Ami érdekes volt még a gyakorlások kapcsán, hogy a lélekfélév gyakorlata megint ki akart ütni. Kétszer sikerült megfognom, és harmadszorra ki kellett nyitnom a szememet. Úgyhogy valami dolgozik és tisztul folyamatosan. Érzelmi szinten nagyon kiegyensúlyozott és nagyon kellemes napom volt.